nagyon örülök, hogy több korosztály képviselteti magát a megnyitón. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és itt vannak velünk ebben a kis családias légkörben. Farkas Zsuzsa grafikus művész nyitotta meg a kiállítást, amely a Kő papírolló címet kapta. Ezt a játékot minden gyerek ismeri, a tárlat azonban a háromféle anyagot jeleníti meg. Ez a három anyag, ez nagyon jó módot adott arra, hogy a dizájn világába vezessük be a gyerekeket általán, és olyan alkotókat hívtunk, akik Győrhöz köthetők, Győrben alkotnak, Győrben születtek, győri dolgokat dolgoznak fel, és ezt tárják a közönség elé, vagy akár üzletszerűen, vagy manufaktúra világába belopakodva. És nagyon fontos számunkra, hogy a helyi alkotókat is a nagy közönség elé tudjuk tárni. A győri kötődésű művészek eltérő anyagokkal és eltérő technikákkal dolgoznak. Egyrészt van egy sorozatom, amiken zenészeket jelenítek meg, kis firkákat a helyszínen, koncerteken készült krokikat ültetek át citanyomatba, és ezt még az egyetemen készítettem, ezt a sorozatot, és ebből a tapasztalatból most már kicsit alkalmazottabb irányban, most ilyen Győrhöz kapcsolódó grafikákat készítek, amiket szintén szita technikára ültetek át, de most már nem csak papírra nyomtatom, hanem textilen, és különböző tárgyakon jelennek ezek meg. Az olló a textíliákhoz kapcsolható, így Dobó Eszter egyedi alkotásai várhatóan a gyerekek kedvencei lesznek. Nekem három kislányom van, és igazából az, hogy én ezzel foglalkozom, az nekik is köszönhető. És azt hiszem, hogy az ő játékaiknál is nagy szerepet játszik az, hogy ezek kicsit ilyen másabbak, mint amiket a boltban lehet találni. Egy kicsit egyedibbek, kicsit alakíthatóak, hozzájuk idomulnak, nem úgy, mint ez sok műanyag tárgy, úgyhogy szerintem ez másoknál ugyanúgy fontos, mint amennyire én úgy érzem a gyermekeimnél. A papír a textíliát és a követ jól kiegészíti. Én szoborsimogatónak hívom egyébként ezeket a tárgyakat, és pontosan azért, mert hogy fontos, hogy kézbe vehető legyen, hogy milyen a tapintása, hogy egy kicsit közelebb hozza a művészetet a közönséghez, gyerekekhez, felnőttekhez. A kiállítás a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítóteremben látható, ahol kiegészítő műhely foglalkozások is várják a gyerekeket.